Sziasztok, Nyírő Bence vagyok. Ma beüzemeltük épületgépész. Ma beüzemeltük a Remeha kazánt. És el is indult szépen minden része. Már előkészültem minden vezérléssel. De mindjárt végigmondom. Na, tehát ugye megvan a hőtermelő berendezésünk. Az iszapleválasztó. Ott egy toldás. Ez a váltószerepnek a toldása. A vezetékek mindenhol a csövek mögé vannak szépen berögzítve, nem is látszik, ugye? És akkor jön, nem megy a kazánba. Jó. És akkor ugye a hidraulikus váltóból jön a radiátoros fűtés, amivel, vagy amit innen tudunk, most ugye kézileg van vezérelve, de ezeket, tehát ezt az egységet, majd termosztát, két darab termosztát indítja, és akkor ennyi. Ez a sarkunk volt a régi házból, amit feltudtunk, itt egy vegyes tüzelésű kazán bontottunk el innen, és akkor erre használtuk fel, hogy ezt ide visszarakjuk. A gázt is mi szereltük, a két tartály, egyik ugye a vízre a tágulási tartály, a másik a persze a fűtésé. Ez a padlófűtés keverő motor, meg szelep. Ugye ez a külső hőmérséklet érzékelő, ami ott kimegy, ott folytatja, aztán végül oda megy. Nem tudom, hogy látszik-e. Mindegy. Ez a külső hőmérséklet érzékelő alapján keveredik a víz folyamatosan, és be tudjuk állítani, hogy a padlófűtés nem meleg meg hideg legyen, hanem gyakorlatilag a ház hőigényéhez képest folyamatos langyos padló legyen. És akkor így ugye tavasszal, ősszel, amikor nem kell olyan nagy hőmérsékletű víz a padlóba, ez szépen folyamatosan állítja a beállított értékek alapján, amit mi állítunk be. Jó, és a radiátoros körön, így csak egyetlen radiátor van, a padlófűtés. Van a földszinten is három kör, meg onnan kivettünk, látszik, két cső, azok mennek ide a radiátor mellett, hogy a fönti fürdőben is legyen padlófűtés. A szobákban nincs, mert ott nem lett felbontva a beton. És akkor ez az egy darab radiátor van itt. Még. Majd fönt lesz több. Itt van a víz. Ezt a WC tartályt nem tudtuk a falra fúrni, mert ugye egy kicsit tele volt itt, de megoldottam a régi használt WC tartályt. Ez itt gyakorlatilag így távtartó. És akkor tartja a WC tartályt függőlegesen. Csavarok le vannak kontrázva, hogy jól tartsanak, és viszonylag egy masszív szerkezet lett, mint a falon lenne. 10-es menetes szárral, alul meg 8-as van. Na, ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek.